Na jó reggelt, magyarok! Napsütés lesz ma. Köszöntöm Önöket szeretettel. Akkor először is olvasunk népszavát. És Hargitay Miklós lesz most egyébként, akivel megbeszéljük, hogy mi van a mai lapszámban, és miért is ajánljuk Önöknek, hogy ma is vegyék meg, meg holnap után is, meg egyáltalán. Ez az egyik dolog. A másik, az érdeklődők számára csomóan vannak, akik tudják, hogy szerda este 9-kor kötött fogás van. A névsor egy picit változott, mert Pörzsö Sándor közben ugye műtét alá esett, és a kórházból nem engedik ki. Most még keresünk partnert, sokan keresik Puzsér urat. Puzsér úr eddigi állás szerint egy közvetítőn keresztül üzent, hogy ma vidéken van és nem ér rá, ugye. Most már elég nyilvánvaló, hogy nem lehet rá számítani, tehát Puzsér kollega Kovács a kötött fogást kihagyja, nem azért, mert mi nem szerettük volna, a Puzsér kollega itt van. Ő, aki Hare Krishna. Ő, aki ugye azzal szokott büszkélkedni, és abból is építi az étoszát, hogy ott mindenhonnan kirúgják, itt egyszerűen sunyin lelépett. Még arra se volt bátorsága, hogy nekem vagy Lévényi Pistának elmondja, pedig mi kerestük, mi beszéltük vele, hogy hát akkor ő nem kíván itt a továbbiakban szerepelni, mert hát nyilvánvalóan rontja a renoméját, hogy velünk van, és hát a főpolgármesteri esélyeit is adott esetben. Hát ennyit. A fjordokról mindenki tegye oda, ahol akarja. Ma délután, ahogy említettem, nem leszek, mert egyrészt fogorvoslás van, másrészt meg kötött fogás projekt, hogyan tudjuk meghosszabbítani. Erről bizony tárgyalni kell. Na, akkor én viszont hívom Hargitay Miklóst. Már felvettem vele a kapcsolatot. Nagyon remélem, hogy működni kell. Ó, Istenem, de jó. Halló! Halló, szervusz Miklós, Csintalan Sándor! Szervusz, jó reggelt kívánok! Akkor beszéljünk először is, mindenek előtt, mert van egy meglepetésem is ebben az ügyben, vagy veled összefüggésben, hogy miért is vegyük kezünkbe ma a népszavát, meg úgy egyáltalán. Mondjuk nekem nagyon ütős itt a Jürge Forsrác Diánával készített interjú, aki nagyon kategórikus. Ugye azt mondja, hogy még 2 fok felmelegedést visel el az emberiség. Igen, illetve hát ez a még 2 fok, ez valójában a tudomány állása szerint lehet, hogy összesen 2 fok, amiből 1 fok már megtörtént. Nem is a fokokon van a lényeg, hanem azon, hogy van egy olyan határ, amit hogyha túllépünk, akkor visszafordíthatatlan változások következnek be az éghajlatba, és ezek nem olyan apró változások lesznek, hogy mondjuk az idei nyár melegebb volt a szokásosnál, hanem radikálisan megváltozhat az éghajlat, például teljesen leolvadnak a sarki jégsapkák, ami azt jelenti, hogy sok vagy sok 10 méterrel megemelkedik a tengerszint, esetleg leáll a golfáramlat, és akkor Észak-Európában ilyen szibériai időjárás alakul ki. Tehát nem lineáris változások lesznek, hanem ugrásszerűek, és nem fogjuk tudni őket visszafordítani, vagy legalábbis nem 1-2 generáción belül. Igen, ebben az a rémes, ugye, igen, tehát ez a 2 fok, ez globálisan értendő, hiszen ez a nyár... Ez átlaghőmérséklet, igen. Tehát igen. Ez nem egy olyan nagy változás, akár észre se vettük, csak azt, hogy maga a klíma meg hirtelen egészen más lett, mint előtte. Igen, ezt nagyon, nagyon pontosan kéne értenie mindannyiunknak, tudnilik, ugye most hozták nyilvánosságra az éves átlagot meg, hogy ez mondjuk mennyire volt meleg. A sok éves átlagnál ez melegebb nyár volt, amit mi megéltünk, de egyébként nem ez volt a legmelegebb, évtizedekkel ezelőtt volt már ennél sokkal melegebb nyár, de ez egy lokális ügy. Ez viszont, amiről a professzorasszony beszél, az egy ilyen globális 2 fok nyilvánvaló. Ugye itt azt is jelzi, hogy ebben az esetben, adott esetben ez azt is jelenti, mondjuk ez persze minket még közvetlenül nem érint, hogy a Marshall-szigetek úgy, ahogy van, eltűnik, de egyébként a Maldív-szigetekről már költöznek el emberek, és költöztetik ki a lakosságot, szervezett kiköltöztetés van.
Igen, én azt gondolom, hogy ez közvetlenül fog érinteni minket. Körülbelül 1 milliárd ember lakik olyan tengerparti területeken, jellemzően nagyvárosokban, vagy ilyen nagyvárosi agglomerációkban, amit minden bizonnyal el fog önteni a tenger, hogyha elolvad a sarki jégtakaró. Ez akár néhány évtizeden belül bekövetkezhet. Ezek az emberek el fogják hagyni az otthonukat, és akkor nem néhány millió ember lesz vándorúton, mint most, hanem 1 milliárd, ami azért két nagyságrennyi különbség. Tudod, rettenetes, amikor abbe belegondolok most, és közben, ahogy mondod, meg beszélgetünk erről, ugye mindenek előtt az unokámra, az elsőszülött unokámra gondolok, bele sem merek gondolni, hogy mit fognak megélni, hiszen azért, ha egy kis szerencséjük van, akkor az évszázad elejét is, az évszázad végét is, és a következő évszázad elejét is meg fogják élni. No, szóval azt akartam itt hirtelen szóba hozni, hogy, és nem akarok itt rögtön aktuálpolitizálni, de hogy azért ez az ügy mennyivel igényesebb intellektuális és politikai válaszokat igényelne, az nyilvánvalóan az, erre is mutat, és azzal is összefüggésben van, hogy szóval, ha milliárdok lesznek kénytelenek megmozdulni, ezt ezzel, hogy itten arcoskodunk egy szál magunkban, és mindent megtesz a hatalom annak érdekében, hogy Európa ne legyen kooperáció képes, és hogy ne legyen erre forrás, hát ez bizony életveszély, szeretném felhívni a figyelmet. Ez néhány év. Igen, én látok egy másik veszélyes vonulatot Igen? is ebben, azzal együtt, hogy egyetértek teljesen azzal, amit mondtál. Ez, hogy a klíma meg fog változni, ez nem egy új tudás. Tehát én 1994 óta vagyok újságíró, biztos, hogy az első Isten, de fiatal vagy. Valamelyiket már erről írtam, ugye 92-ben volt a riói klímacsúcs, onnantól ez tulajdonképpen tudományos meg politikai konszenzusnak tekinthető, hogy az emberi civilizáció hatásai következtében a klíma ebbe az irányba megváltozik, tehát lesz egy ilyen felmelegedés. És Magyarországon, az égvilágon semmi nem történik annak érdekében, hogy erre az előrelátható változásra felkészüljünk, vagy felkészüljön az ország, miközben nagyon sok felé a világba vagy Európába látványos felkészülési folyamatok zajlanak. Tehát mi most mondjuk az elmúlt 8 évben el vagyunk foglalva azzal, hogy különböző ilyen láthatatlan ellenségekkel küzdünk, miközben a nyilvánvaló változással nem törődik senki, tehát nem készülnek például olyan beavatkozások, amik segítenek a visszatartásba, hogy az ilyen aszályos nyaraknak a hatásait ki tudjuk védeni, vagy nem foglalkozunk a víztakarékos öntözési technológiáknak a bevezetésével, hanem inkább mindenkinek engedjük, hogy fúrjon egy kutat és pazarolja el nyugodtan a rétegvíz készleteket. Tehát úgy teszünk, mintha ez a dolog nem létezne, miközben a világ tudósainak a 99%-a szerint létezik, és teljesen egyértelmű, meg egyirányú, tehát nem is kell rajta gondolkozni, csak csinálni kéne azt, amit ez a helyzet megkövetel. Ebben a cikkben arról is beszél a professzor asszony egyébként, hogy ugye itt azért vannak igazán nagy szereplők, nagy játékosok. Három érdekes dolgot mondott. Hát akkor te ebben nagyon benne vagy, és te, hogy mi? Na itt vagyok, szóval azt szerettem volna, azt mondja, hogy a legkritikusabb helyzet, az egyik legkritikusabb helyzet az Indiában van. Azt mondja, hogy pozitív változások vannak Kínában, és annak ellenére, hogy Trump megőrült, az Amerikai Egyesült Államok gazdasága ráfordult a környezetképmélő technológiák és iparágak megvalósítására. Igen, a gazdaság az érdekes módon nagyon gyakran racionálisan működik, tehát miközben Trump azt mondta, hogy nincs semmi probléma a szénhidrogénekkel, és újra meg kell nyitni a bezárt szénbányákat, meg engedélyeket kell kiadni olyan területekre, olajbányászatra, ahol korábban természetvédelmi okokból ez tilos volt, akkor egyáltalán nem az történt, hogy a tőke elkezdett a szénhidrogén iparba áramlani, hanem nagyjából duplázott sebességgel a zöld energiaiparba áramlik. Részben egyszerűen azért, mert ezek a napenergiás meg szélenergiás technológiák annyira olcsók meg annyira hatékonyak lettek, hogy semmilyen támogatással meg
díjjel a hagyományos szénenergia nem tud vele versenyezni. És egyébként ez figyelmeztető jel Magyarországnak is, mert a napenergiának, meg a széllel termelt energiának az ára zuhan, az atomenergiái meg emelkedik, és itt fogunk majd állni egy drága atomerőművel, hogyha megvalósul a Paksi bővítés, úgyhogy egyébként az egész európai energiapiac tele lesz olcsó szél meg napárammal, mi megpróbáljuk majd a drága. Volna még azt mondanám, hogy még ezzel összefüggésben, ja igen, és a háború. Itt a professzor azt mondja, ez a program, jó, hát ennyiben még az amatőrizmus bennem van, elnézést, nem tudom kikapcsolni, aztán most valakit nyugtalankodik, de pedig beállítottam azt a programot, hogy ne szóljon ez a telefon. Itt ő is utal egyébként arra, hogy ez a háborús viszályoknak a gyökere. Nagyon kevés szó esik arról, hogy egyébként a szíriai polgárháborúnak részben már, hát meg majdnem döntően az volt az oka, hogy az agrárvidékeken iszonyú szárazság lett. Egyebek mellett azért is, mert a Tigris és az Eufrátesz vizét, ugye két baromi nagy gát van, és a törökök akkor engednek vizet, amikor akarnak, de egyébként pedig tényleg a klíma is változott. Tehát ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy itt vagyunk mi, és tetszik vagy nem tetszik a magunk 10 milliós populációjával, ilyen áradatok, ilyen nyomás ellen, ha nem tudunk, nem lesznek szövetségeseink itt Európában, és szétizéljük itt a kapcsolatrendszerünket, és mindenki bizalmatlan lesz irántunk. Ilyen nyomás ellen egyedül nem lehet hadakozni, és nem feltétlenül hadakozni kell persze, hanem megoldásokat, meg erőforrásokat kell oda küldeni. Igen, hát itt a kutató is céloz rá, hogy Szíriában összesen annyi történt, igen, hogy volt 3 asszályos év egymás után, igen, és elfogyott a kenyér, és ettől felborult egy egész térségnek a gazdasági, meg a társadalmi egyensúlya, és ezzel nem egyáltalán nincs beoltva Európa se, tehát azért az élelmiszertermelésben mi is eléggé ki vagyunk téve a klímának, és sehol nincs az előírva, hogy mondjuk az idei asszályos év után nem jöhet jövőre, meg a jövő utáni évben is egy ugyanilyen asszályos esztendő, és aztán annak is olyan társadalmi hatásai lesznek, vagy lehetnek, amiket most még valószínűleg nem is tudunk elképzelni. Na, akkor van itt egy másik nagyon izgalmas kérdés, amit én elég régen figyelek és félek is tőle, tartok tőle. Nevezetesen azzal indultok itt a címoldalon, a kultúra szó alatt, hogy jön az állami könyvterjesztő, beszámoltuk egy beszélgetésről, amit Kolosi Tamás, Gyurgyák János és Elsimon László folytatott a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Most tök mindegy. A lényeg, igen, igen, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet keddibe, édes jó Istenem, micsoda intézmények vannak, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ugye Kolosi Tamás a Lírakönyv ZRT elnöke, Elsimon az egy íróköltő, országgyűlési képviselő, és Gyurgyák János, a kitűnő Gyurgyák János, az Osiris kiadó igazgató főszerkesztője. Hát itt ugye nincs egyik szereplő se kompetens abban, hogy arra vonatkozóan elkötelező nyilatkozatot tegyen, hogy mi lesz. Elsimon, hát itten keni a izért, hogy ő egy képviselő, neki fogalma nincsen, de végül is a tudósítótok is, a Tölgyeski Gábor, említsük meg a nevét, ugye úgy érzékeli, gondolom nem csak a rendezvény alapján, hogy, és én nagyon-nagyon régen emlegetem ezt a kedves barátaimnak, hogy itt meg fog jelenni az állam, a szép irodalom, tehát a nem tankönyvkiadásban, hanem általában a könyvkiadásban. És én azért, amikor itt az állam beteszi a lábát, akkor én elkezdek aggódni. Főleg azóta, amióta, ugye itten eladagdótázunk, meg elriegünk, röhögünk azon, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy hunok vagyunk, meg türkök, de azért nekem azt az apró kérdést is az eszembe juttatja, hogy vajon miért érzi magát illetékesnek a miniszterelnök mondjuk egy ilyen nyelvészeti, tudományos vitában, de ha illetékesnek érti magát, akkor először is, és kinyilatkoztat, akkor először is milyen következményen lesznek ennek mondjuk például a tananyagban, és egyébként miután kultúrharc is van, milyen következményei lesznek abban az esetben, hogyha az állam nagy szereplőként megjelenik mondjuk a könyvkereskedés és a könyvkiadás piacán. Mit fogunk találni a könyves polcokon? Az én aggodalmam szerinted jogos?
Abszolút, ugye éltünk mi már olyan időszakban, amikor az állam jelen volt a könyvpiacon, sőt nagyon más nem is volt jelen, és láttuk, hogy hogy működik az irányított könyvkiadás meg a könyvterjesztés. Ugye ez a kormány azért 2010 óta azt csinálja, hogy az összes olyan számára fontos területen, amit kinéz magának, ott újra osztja az erőviszonyokat meg a forrásokat, ugye a kezdte a médiában, aztán folytatta az energiaszektorban, stb. Hát az nyilván sokat elmond róluk is, hogy most arra érkeztek el a kultúrához, tehát ezt nem tartják azért annyira fontosnak, de hát itt is van mozgástér, meg itt is vannak autonómiák, amiket láthatóan szeretnének megszüntetni, és arra is emlékszünk még az előző rendszerből, hogy a könyvírás, meg a könyvkiadás az egyfajta menekülő út volt az értelmiségnek, tehát aki nem akarta valami politikának jobban kitett területen működni, vagy nem tudott, az írt egy könyvet, visszavonult a magányába, és akkor megírta, és esetleg abból még meg is tudott élni. És ezeket a menekülő utakat is egyébként szisztematikusan zárja el a kormány, nem csak a kultúrában, hanem máskor is. Hát az a könyvkiadók meg az írók szerencsétlensége, hogy most arra jutottak el erre a területre. Igen, de az az érdekesebben tényleg, tegnap láttam az ATV-ben Rényi Andrással egy interjút, aki ugye azt mondja, hogy az elmúlt 101 néhány évben az Orbán az első, aki noha, és persze érthetetlen, egy ilyen autoriter rendszert kezd építeni, vagy építi most már lázasan, miközben demokratikus úton, és hát ha úgy tetszik, nyugodt és konszolidált körülmények között jutott hatalomra, hogy vaj, mitől látszik indokoltnak az, hogy a kultúrát, és hogy mi az érték, és hogy mi fog megjelenni, mi látható, mi hallható, mert ebből ez lesz, hát ugye azért lesz új alkotmány, hamarosan, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, baromi kíváncsi leszek, mi lesz benne. Mi a francról ilyen rohadt nyugtalan a hatalom? Egyszer nem értem. Hát és miért ilyen teljesen terméketlen dolgokra fordítja az energiáit? És az erőforrásait, igen. 100 évvel ezelőtt, vagy majdnem 100 évvel ezelőtt, amikor történt a trianoni tragédia, akkor az akkori országvezetők azt gondolták, hogy mi ez ellen akkor tudunk valamit tenni, hogyha kulturálisan fölemeljük az országot, és akkor kiépült egy közoktatási rendszer, meg egy kulturális intézményrendszer, ami abszolút versenyképes volt az európai hasonló rendszerekkel, sőt az is volt a cél, hogy versenyképes legyen, vagy lehetőleg jobb legyen, főleg jobb legyen, mint a környező országokban, és most meg láthatólag semmilyen ambíció nincs, pedig lehetőség meg források lennének rá, mert hát lehetne ide is annyi pénzt investálni, mint mondjuk a fociba. Ennek a cikknek az egyik érdekes tanulsága, meg egyáltalán ennek a beszélgetésnek például, hogy a kormány mereven elzárkózik az elől, hogy a könyvkiadásra is kiterjeszte a TAU támogatásnak a rendszerét. Igen, de hát rúgtáncra, meg cirkuszra, meg mindenféle érdekes dologokra lehet TAU támogatást kapni, meg arra, hogy az egyébként abszolút piacképes nyugati sztárokat elhozzák a budapesti arénába, de arra, hogy a kultúrát meg a tudományos ismeretterjesztést eljutassuk az emberekhez, arra nem lehet TAU támogatást. Na szóval olvasunk Népszavát. Ja, a Böcskei cikkét beledéztél, ugye a Böcskei írja... Belenéztem, nem egy könnyű olvasmány, de én igyekeztem átrágni magam rajta, igen. Én is, az a helyzet, most ugye a Balázsnak ez a második ilyen dolga, mert hogy a Mandineren megjelent egy interjúja, ajánlottam is a kedves népeknek, hogy legyenek olyan szívesek, olvassák el, aztán majd Balázsra én is csinálok egy interjút. Én egyébként azért is hozom ide és emlegetem, hogy kár lenne tagadni, de hát nem tagadjuk, meg senki nem tagadja, vagy legalábbis éppen mi ember nem tagadja, hogy itt valóságos konfliktusok vannak most az éghajlatváltozáson, a klímaváltozáson is kívül is, ugye, ha úgy tetszik, a népvándorlásokán itt az európai nemzetállamok között, ha másért nem geográfiai okokból, mert az olaszoknak nagyon más a helyzetük, mint a magyaroknak, de ugye a technológiai cégek gigantikus méretű, aránytalan, túlsúly sokszor, hát hiszen annyi olyan technológiai cég van, amelyik nagyjából farzsevéből kifizetné a magyar nemzetállamot, hogyha éppen akarja. A hozzá kapcsolódó elitek,
ez a hihetetlen technológiai váltás. Ugye Trump megígérte, hogy a rozsdaövezetekben milyen baromi jó lesz, és akkor majd megint marha nagy darab vasak hurcolásával, meg szénbányászattal ott beígérte az egyszerű népeknek. Tehát van konfliktus, ez rendben van, de most ehhez képest egy egyszerű kérdésem van. Bár nyilván nem neked kéne föltennem, de nekik hiába teszem föl, de akkor legalább beszélgessünk erről. Hogy az Isten nyilvában az, hogy a magyar ellenzék, vagy bizonyos értelemben most Szalai Erzsébet is utalt erre egy ilyen Facebook bejegyzésben. Nem erről beszélünk, már olyanok, akik nem olyan egyszerű képletekben látjuk a világot, mint Orbán Viktor. Az az igazság, hogy én szerintem a magyar ellenzék ebben az elmúlt 8 éves ciklusban hosszú ideig próbált értelmes dolgokról beszélni. Hát én még emlékszem arra elnézést, amikor az első, tehát a 2010-ben kezdődött ciklusnak az elején, vagy az első éveiben például a környezetpolitikáról, ami aztán kiszorult teljesen a közbeszédből, értelmes viták voltak a parlamentben. Tehát próbálkozott ezzel az ellenzék, csak aztán azt tapasztalta, meg azt tapasztaltuk mindannyian, hogy ahogy nő a kormánynak a nyilvánosságban a súlya, meg a túlsúlya, és tematizálási monopóliuma lesz lassan, és szállítja le a beszéd, meg a gondolkodás szintjét arra nagyon alacsony nívóra, ahol már elég azt mondani, hogy jönnek a migránsok, de mi majd megvédünk titeket. Tehát ebben az átalakult nyilvános térben, ebben igaziból nem nagyon van tere, vagy nincs fogadókészség ezekre az értelmes gondolatokra, és az, hogy ilyesmiről elmélkedjünk, az egy szűk kisebbségnek a réteg érdeklődését elégíti ki, és a többség inkább arról szeretne hallani, vagy ahhoz szokott hozzá, hogy elmondják neki, hogy tegnap éjjel hány menekült próbált átevezni a földközi tengeren. Jó, ebben neked igazad van, csak ugye attól politikus a politikus, és nem közvéleménykutató, mondjuk, vagy nem újságíró. Ez egy olyan művészet, amire aki vállalkozik, az vegye tudomásul, hogy ezekből az elemekből össze kell rakni egy történetet, egy ígéretet, egy ajánlatot a választónak. Ebben nem akadályozza meg senki, baromi sok türelem kell hozzá, nagyon szorgalmas munka, hosszú ideig le se szarják az ember fejét. Na de hát akkor kérem tisztelettel, tessék elhagyni a pályát. Igen, most én az ellenzéknek csak egy részére látok rá, nem vagyok klasszikus belpolitikai újságíró. Jó, hát egyikünk sem. Nem hogy ott üljek a közelükbe. De amit én látok, ott jellemzően hát nem a élet, meg az ország, meg a társadalom nagy kérdéseiről folyik a beszélgetés, hanem sokkal inkább a saját egzisztenciális problémáikról. Miklós, te a MUOSZ-nak a vezetője vagy. Azt mondd meg nekem, hogy hallatok valamit, majd fogunk erről nyilván beszélni, hogyha többet tudunk róla, de hát azért a Népszava volt az első. Mit hallatok, van fejlemény a sajtókamarával kapcsolatban? Utoljára az ATV.hu-n volt erről egy jó információ, ott a volt kollégánk, a Csuhai Ildikó nyilván az ő saját kormányzati forrásait felhasználva vette elő ezt az ügyet, és hát mikor valaki foglalkozik ezzel, akkor soha nem azt mondják kormányoldalról, hogy ez teljesen butaság, hanem azt, hogy nem tudnak róla a nyilvánosság előtt semmit mondani, vagy nincs napirenden, vagy ilyesmi. Tehát tudjuk, hogy ez egy létező gondolat projekt a kormányházatáján, azt nem tudjuk, hogy mikor fogják beélesíteni. Az én véleményem szerint ehhez kétharmados többség kell, tehát például az, hogy a médiatörvényt érdembe tudják módosítani, már pedig ez médiatörvényt kell módosítani, lehet, hogy az alaptörvényt is. Most megvan a kétharmados törvény, tehát amikor a szándék meg lesz, akkor ezt pillanatok alatt véghez tudják vinni, valószínűleg egy egyéni képviselői indítvánnyal. Tudom, hogy ez abszurd, meg nem is várható el. Illetőleg nem gondolom, hogy abszurd, mert az embernek azért dolgokra készülni kell. Azért vagyunk egyébként, akik foglalkoznak a közügyekben bármilyen fajta társadalmi státusszal, hogy azért prognózisokat is készítsünk, meg magunkban azért van is, kötelességünk is ez. Akkor csak ilyen szolidan teszem föl, hogy
hogy milyen, hogy mondjam, milyen érzéssel tekintetek ti erre a diskurzusra? Én is tudom, hogy évek óta egyébként bizonyos újságíró szervezetek, akik jellemzően konzervatívként definiálják magukat, foglalatoskodnak ilyennel. De nekem nagyon rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Mi folyamatos egyeztetésben vagyunk az országban dolgozó többi újságíró szervezettel, a konzervatívokkal is, és a jelen helyzetben úgy látjuk, hogy ez őket is inkább riasztja, mint vonza ez a elgondolás. Tehát mondjuk a szakmának az alapkérdéseiről úgy néz ki, hogy hasonlóan gondolkozunk. Látjuk, hogy más kamarákat, szakmai kamarákat mire használ ez a kormány, mondjuk az orvos kamara vagy a pedagógus kamara esetében. Ezek nem különösebben vonzó példák a konzervatív újságírók számára sem. Tehát azért alapvetően abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ez a politikai beavatkozásnak lenne valamilyen eszköze, és valójában senki se szeretné, hogy a kormány ennél jobban beleavatkozzon politikai eszközökkel a médiának a működésébe. Tehát tartunk ettől, nem biztos, hogy lesz lehetőségünk gátolni vagy megakadályozni. Az biztos, hogyha egy olyan típusú sajtókamara létrejön, amiről mostanában hallani lehet, akkor azok, akik még újságíróként dolgoznak és újságírónak tekintik magukat, azok közül sokan el fogják hagyni a pályát. Hát ettől nem kapok röhögő rohamot. És akkor Miklós, így a végére használjuk már ki az alkalmat. Nemrég jelent meg egy könyved. A politikus bűne, a szerelmes kínja, a pap terhe, és bocsásd meg vétkeinket. Európa kiadó. Még nem olvastam el, itt van az asztalon, ahol azokat teszem oda, amiket el kell olvasnom. Mondja már néhány szót erről a történetről, meg a könyvedről, és közben megmutatom itt a népeknek a borítóképet, hogy azért lássák. Neked, ezt nem tudtam, ebből tudtam meg, hogy neked ilyen szép irodalmi vélád is van. Hát mondhatnám, hogy én is ebből tudtam meg, mert nyilván ez egy olyan igen? kísérlet mindig, hogy az ember megpróbálja, aztán megnézi, hogy milyen ki belőle, de egy más típusú kísérlet is volt ez. Tehát amikor az ember újságíróként dolgozik 10-20-30 éven keresztül, akkor nagyon sok olyan információ összegyűlik a fejébe, meg az íróasztal fiókjába, ami direktben nem írható meg. Viszont összeáll azért egy mégis egy többé-kevésbé összefüggő történeté, vagy történetlánccá, és ezeknek az információknak kerestem én egy más ilyen megnyilatkozási lehetőséget, és ebből lett ez a könyv. Hát ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor egy olyan papról szól, aki politikusokat gyontat, vagy politikusokat is, és Jézus a politikusokkal való beszélgetései alapján átalakul a gondolkodása az őt körülvevő világról. Hát mondhatnám, hogy ez velem vagy velünk is megtörtént, mert mi ugye nem gyontatunk politikusokat, újságírók vagyunk, de nagyon sokat beszélgetünk velük, meg találkozunk velük, és azt hiszem, hogy én is a 21 néhány év után, amit politikusok közelébe töltöttem, nagyon másképp látom a világot, mint előtte. Miklós, köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap is fogjuk ajánlani a népeknek, hogy olvassanak Népszavát. Szóval ezeket tudtuk Hallgitai Miklóssal ajánlani. Köszönöm a figyelmüket. Miklós, köszönöm. Minden jót. Én is köszönöm, viszont hallásra. Hello. Na hát ez van, hölgyeim és uraim. Ezek vannak. A telefonszámom 0630-177-86-59, tehát 0630-177-86-59. Addig is, hát ilyen kávézós módon, vessünk már egy pillantást arra, hogy ma mi jelent meg a sajtópénz, Csikó, az én kis kutyám is nagyon-nagyon kedves, és az a helyzet, hogy most nyalogatná a lábamat, de... Hát megjelent az első heti lap. Már hogy időben az első heti lap, ez úgy szokott lenni, hogy szerdán jelenik meg a Magyar Demokrata című heti lap,
címoldalon Varga Mihálya, azt mondja Varga úr, hogy egyre több lábon áll a magyar gazdaság, és marad a lendület. Ez a lap arról híres, hogy Bencik András összefoglalja a Hetet. Ó, hát rögtön indul, figyeli minden szavát Orbán Viktornak. Megdőlt az a régi világrend, amelyben a tőke és tudás nyugatról áramlik kelet felé. Önök mit éreznek ebből? Egyébként, hogy az egy világrend lett volna, ezt igen nehéz belátni. Ugye így nyár közepén, a tanév elején, felvételi időszakok környékén elképesztő mennyiségű, de nagyjából ugyanazt a tendenciát mutató minősítések szoktak megjelenni, mondjuk például, hogy a világ legjobb 400 vagy 500 felsőoktatási intézménye. Hát Bencsik úrnak, meg Orbán úrnak jelentem, javaslom, járjanak utána. Hát ez baromira nem így néz ki még egyelőre. Egyébként fél Kína és Japán egy jelentős része is ott tanul az Egyesült Államokban. Most nem Amerika apológiát akarok én itt nyomni, de hát a nyugati egyemet, de a nagy brit egyetemek, és nem soron kutatóhelyek, a világ legnagyobb lézerkutatója ott van Svájcban, ami valami egészen rettenet, miket találnak mostanában, meg a bozonnak is, a Higgs bozonnak is valami újabb pro részecskét. Na jó, mindegy, Szászónak is egyébként hülyeségeket beszélnek. Ugye Vas Albertet idézi, de Bencsik úr meggyőző érvként: likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok, és lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. Igen, ezzel ez a klemnici balhér nagyon beakadt nekik. Hihetetlen energiákat ölnek abba bele, hogy arról szóljon itt a történet, hogy Svédországban polgárháború van, Németországban még nincs, de lesz. Rettenet. Így aztán mit tehetünk? Visszavonulunk a pusztára. Orbán Viktor meghirdette, hogy legyen olyan, mint régen, nem Ronald Reagan, hogy persze, hogy mit jelent, hogy legyen olyan, mint régen, és mi következik ebből, meg hogy legyen úgy, ahogy régen volt. Önöknek van erről valami elképzelésük? Nekem semmi. 0630-177-86-59. 0630-177-86-59, ha hívni akarna valaki. Mondjuk egy aspektusból nagyon bírnám a régent, már hogy a régmúltat, mondjuk, ha most 30 éves lennék, annak nagyon. Azt nagyon díjaznám. Kíváncsi volnék. Kíváncsi vagyok, de hát erre már soha nem lesz válasz, hogy hogy gondolnék most a világra 30 évesen. Aztán mi van itt még? Hát igen, ez a Varga interjú, aki hihetetlen. Ó, édes Istenem. Azért itt megmondják a tütit. Küzdelem folyik a lelkekért. Tehát itt ezért érdemes különben, de én legalább elmesélem önöknek, csak hogy tudják, hogyan gondolkodnak a nerem belül Nagy Ida szövegírója. A címe: Küzdelem a lelkekért. Politikai támadásokra is fel kell készülni a nemzeti alaptanterv kapcsán. Politikai támadásokra. Én idáig mondjuk viszonylag normális vitát hallottam erről. A kritikusok is respektálják legalábbis a készítőknek a hozzáállását. Ebben nyilván most nem mennék bele. Ugye Gulyás Gergely elmondta, hogy na jó, hát ebben a formában nem. Tehát, hogy most akkor
kitámad kit, meg hogyan, és hát a NER centrumában, már nem hatalmi centrumában, mert az a demokrata hol van a hatalmi centrumhoz, úgy interpretálják ezt a kérdést, hogy itten a lelkekért folyik a küzdelem. Nem azért folyik a küzdelem, hogy küzdelem, ezeket a terminus technikusokat tényleg nem bírom elviselni, nagyon nehezen. Nem azért dolgozunk, hogy a gyerekeink minél többet tudjanak, minél okosabbak legyenek, minél intelligensebbek, minél több nyelvet beszéljenek. Itt valami démon vagy sátán küzd, nem tudom kivel, tényleg a Star Wars-ban élnek ezek az emberek. Küzdelem a lelkekért. Nemzeti alaptanterv interpretációjának ez a lényege. A tét több, mint a hatalom, a tét Európa jövője. Szajfó Omar szövege. Na, ezt most akkor nem kommentálom, mert Omar kitűnően ír, és nagyon érdemes komolyan olvasni őt. Úgyhogy ehhez most nem fűzök hozzá semmit, mert én ezt a cikket még nem olvastam, mert ugye reggel kaptam készhez. Na jó, ja, a mi Attilánk, a magyarok nagy királya. Magyarok nagy királya Attila. Hát ha könnyebb a lelküknek, édes jó Istenem, hát gondolják ezek felőlen. Szalai Károly, van itt a műhely rovat, meg minden, aztán itt fel is vagyok ezzel, elég ennyi, én majd elolvasom. Ő nagyon sokat foglalkozik Horthy Miklós rehabilitálásával. A rehabilitáció kísérlet alap attitűdje, alap megközelítése az az, hogy Horthy nem tölt semmiről semmit. Krausz Tamás történet tegnap az ATV-ben ezt nagyon erősen és élénken karakírozta, hogy hát azért már nagy csókolom. Nem tudta, hogy mi történik az orosz fronton. Titkosszolgák, külügyi apparátus, teljes hatalmi gépezet állt rendelkezésére. Nem tudta, hogy mi történik. Nem tudott Auschwitzról, nem tudott arról, hogy mit művelnek a katonáink a Donnál, a hátországban. Nem tudott arról, hogy mi történik Lengyelországban. Nem tűnik föl és nem sértő adott esetben, hogy tök hülyeként prezentálják és interpretálják Horthyt, akinek mondjuk mégiscsak egy államfőként tekintünk. Ő volt az, ráadásul katona ember is volt, hiszen nagy tengerész volt. Na mindegy, hát ezek vannak. És itt van a Magyar Idők. Azért mondom a telefonszámot, jó? 0630 177 86 59 0630 177 77, 86, 59. Jaj, édes jó anyám. Címoldal, mint minden nap, ilyen vagy olyan megfogalmazásban, önállóságunk ellen indítottak támadást. Igen. A baloldal célja az Európai Parlamentben Gárkinka szerint, hogy megossza a néppártot. Hát persze, hogy nem fogják elvenni. Ki kell vizsgálni a Sorosféle szervezet ügyét. Ezekkel tömik a fejüket. Csunyiné Bertalan Judit, aki egyébként azért, na, tényleg egy értelmes asszony, amikor én csináltam vele interjút, meg ismertem a tatabányai munkásságát. Nem is értem. Őrült nagy kockázatban élünk, hölgyeim és uraim. A Migration Aid bevándorláspárti szoros szervezet, amit bevallottan azért tesz, mert nem akarja megfizetni a bevándorlási különadót, ezért
nyíltan vállalja az adóelkerülést, mert hogy egyébként ottan néhányan ezek közül, a haramiák közül pártot fognak alapítani. Egyébként az az érdekes kérdés vetődik föl bennem, hogy tényleg nem tűnik föl senkinek az ég ott a világon, hogy mi lenne abban a bűn, mitől bűnös az, akkor, amikor a világ ilyen nagy kérdései vannak terítéken, itt Európában és hazánkban is. Büntetőjogilag kell szankcionálni, hogyha mondjuk nekem mondjuk az lenne az álláspontom, egyébként a törvény betűje szerint így van. Ha nekem most az lenne az álláspontom, és itt most elmesélném önöknek, de nem ez az álláspontom, nem tudok mit csinálni, és nem az üldéspontom határozza meg. Mondom, mikor Orbán még világkvótákról beszélt, Orján a Falacsi után szabadon, mert tőle vettem ezt a fajta érzékenységet, meg a személyes, meg Huntington, ugye a civilizáció küzdelme, hogy itt van egy probléma. De tényleg, ha bevándorláspárti álláspontom lenne, akkor én egy kriminális alak volnék? Hát nem ez a dolgok természetes rendje? Hogy beszélünk, tisztázunk egymás között kérdéseket, mondjuk például azt, hogy mit jelent az, hogy bevándorláspárti. A Migration Aid sem arra szerveződött, hogy illegális bevándorlókat csempészen, mert az az embercsempészet, és az bűncselekmény. Sőt, mit több, én igazából olyat sem hallottam tőlük, hogy arra buzdítanának bárkit is, hogy legyenek olyan szervezetek, amelyek mozgósítják, vagy mobilizálják, vagy tevőlegesen támogassák mondjuk a népvándorlás dolgát. Nem is értem. Arra most nem beszélve tényleg, hogy az, ez az egész önkéntesség, mert mekkora sunyiság van, hogy aki önkéntesen, ez egy képtelenség egyébként, mert nincs egy darab olyan szervezet se, amelyik egyébként magát a bevándorlás pártolná, vagy szervezné, vagy támogatná ebben az országban. Lehet, hogy vannak olyan emberek. Egy darab sincs. Most akkor fogja magát a kiszemelt áldozat, mert persze tudjuk, kiről beszélnek, vagy kikről beszélnek, és akkor menjen oda feltett kézzel, hogy hölgyeim és uraim, bevándorláspárti vagyok, és ezért kicsengetem a 25%-ot. Most arról nem beszélve, hogy aki illegális, tehát ilyen meg aztán végképp nincs, hogyha valamilyen tevékenységet bűncselekménynek minősítenek egyik oldalról, a bűnös tevékenység alóli büntetőjogi következmények alól mentesítik, ha és amennyiben kicsenget 25%-ot. A bevételeiből. Mondjuk egy embercsempész szervezet. Mondjuk fölismerné itt ezt a sajátos jogértelmezési problémát. Legalizálni tudja Magyarországon azt a tevékenységet, amit folytat. Befizetem a 25%-ot, én egyébként embercsempész vagyok. Na, hát akkor hallgassuk meg. Halló! Halló! Mindjárt Viktória megpróbál megcsinálni a hangot, várjon! Halló, de közben beszéljen, nem tudom. Halló! Király, csókolom, na csókolom. Sikerült? Igen, sikerült, halljuk ön. Csókolom, Viktória. Igen, szép jó napot kívánok mindenkinek, később tudtam bekapcsolódni. Most itt a migrációval kapcsolatban, ugye, hogy mi érdeke lehet a kormánynak abban, hogy ki kiáltson úgymond bűnösöket, akik támogatják a migrációt. Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy tehát itt az embereknek az empátiája elnyomásra folyik. Tehát, hogy ne legyünk megértőek, ne akarjunk segíteni, hanem mindenki foglalkozzon saját magával. Én azt gondolom, mert ugye abban az esetben, hogyha az ember rájön arra, hogy vannak segítségre szoruló emberek, és kéne segíteni, és ugye minél többen vannak, akkor lehet, hogy szerveződnek is, ugye? Például, igen. És így, amit látunk is egyébként nap, mint nap, hogy egyre kevesebb
ember akar segíteni a másik embert, hanem mindenki saját magát nézi. Befordul. Nem? Igen, de befordul, és átruházza a felelősséget az államra. Leteszi a válláról, a saját válláról a felelősséget, nem kell állásfoglalni, nem kell segíteni. És így akkor van, talán... így van. Mindenki csukja be a szemét, hogyha lát egy hajléktalant, vagy maximum rúgjon bele. De ugye ez alakul ki ezzel az új törvénnyel is, ugye, hogy a hajléktalanokat kell büntetni, nem megoldások vannak, hanem csak büntetés. De egyébként minden fronton szankciók vannak csak. Tehát ilyen igazán értelmes megoldások nem születnek. Bizony. Ennyire egyszerű. Most a legújabb, amit olvastam, hogy ez a közmunka, hogy... Ja, igen! Ezt elfelejt! Hogy aki, ahol egy közmunkás van a családban, ugye ott már majd segélyt nem igényelhet a másik fő, aki ugye nem tud dolgozni például. Miközben megcsökkentik a közmunkások számát és a közmunka lehetőséget, ez valami egészen elképertő különben. Igen, ez a Népszavában erről van egy tudósítás, és ezt elfelejtettem megbeszélni a Hargitai Miklóssal. Igen? Igen. Nagyon figyelmes szemű olvasó. Minden fronton ez zajlik igazából, úgyhogy nem kell csodálkozni. A keleti orientáció is érdekes kérdés, mert ugye szerintem ez esetleg abból adódhat, hogy a nyugathoz nem tudunk felzárkózni, ugye semmilyen szinten. És akkor nézzünk keletre. Ott még vannak nálunk rosszabb helyzetben lévők is, és ugye azokhoz tudjuk mérni magunkat esetleg. Hát igen, meg, a diktátor barátság kifizetődő a vesztes és bukott diktátoroknak. Így van, hát ez is. A másik, amit említett még, akkor kapcsoltam be, hogy ugye mit jelent az, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy legyen úgy, mint régen. Hát régen egy percrendszer volt, megmondták, hogy ki a jó író, ki a rossz író, kit kell olvasni, milyen darabokat szabad megnézni. Tehát minden cenzúrázva volt. Lehetséges, hogy erre gondolt. Könnyen lehet, mert az egy kényelmes élet, azt mondja. Bár látható módon érzi, hogy azért nem egészen így van, de körülbelül erre gondolt, igen. És én hát, valamiért ebben boldognak érzik magukat. Nem történnek dolgok, minden csak úgy, egyszer csak úgy történik. Tehát, hogy nem mondják ki, hanem csak úgy alakítják a dolgokat. Meg egy idő után, hogyha egy ilyen dolog elindul, akkor ez megy az már magától is, tudja? Persze, így van, tolják a biciklit, ahogy kell, úgyhogy sajnos ez így van. Viktória, köszönöm. Igen, figyelmes olvasó, na ennek örülök. Csókolom a kezét. Igen, viszont hallásra. Csókolom a kezét, köszönöm. Hölgyeim és uraim. Ennyit a fjordokról. Ennyit mára. Mert hogy majd legközelebb, hát 10 órakor végzünk a kötött fogás élő egyenes adásával, és akkor hát gondolom 11 óra körül itthon leszek, és akkor azért elköszönök, mert nem szeretném úgy lefeküdni, hogy nem köszönök el, hiszen úgyse tudjuk, hogy mi történik az éjszaka. Vagy mi lesz reggel, és kivel találkozik még az ember, ha ővel egyáltalán találkoznak. Na minden, ja. Egy élmény volt, már most hiányoznak. Köszönöm szépen figyelmüket. Osszák meg, mondják el, adják tovább. Ne engedjük el egymás kezét. Dolgunk van a világban. Ha ez az egész nem ér semmit, ha azon kívül, hogy jó nagyokat rinyálunk, nem csinálunk valamit. Ehhez persze gondolkodni kell, elképzeléseket kell kicsiholni magunknak, üzenetek kellenek. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a képviseleti demokráciában kellenének olyan politikai erők, meg kellenek olyan politikai erők, akik ennek a gondolkodásnak, közös gondolkodásnak az eredményeiből valami közös választható útat kínálnának a magyarságnak, meg kínálnak. Hát ha ők nem teszik, akkor csináljuk mi. Jó? Csók!